Ha megvetettük lábunkat a Duna-Tisza közé, nem árt, ha tudjuk, hogy a Soltiak sem mennek a szomszédba egy kis cukkolásért. Azt mondják a dunaföldváriakról, hogy naplopók a perc, hát úgy könnyű, hiszen ott nyugszik le a nap. A Solti hajóállomáson 2003 óta rendszeresen megállnak az északról és délről érkező kisebb és nagyobb hajók, akik szállítják a magyar és külföldi turistákat. Akik egystílusosan lovaskocsi vár, mert hogy indulhatnak révbérpusztára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Rám vár ez a kocsi? Igen. Akkor vezethetek? Nem. Itt jó lesz, köszönöm szépen! Jó kis út volt. Amikor a városi vidékhez nem szokott ember megérkezik ide a tanyára, akkor rögtön szembe tűnnek ezek az aranyos kis vidéki állatok, ugye? A magyar szürkelmarha, a rackajú, és hát persze a szamárok, akiket mindenki lerohan. Te vagy, Misa, a program szamár, ugye? Te vagy a sztár a műsorban. Akkor meséld el nekünk, hogy milyen programok vannak itt. Elsősorban mindenki rám kíváncsi. Utánam persze megismerkedhetnek a magyar hagyományokkal és gasztronómiával. Kirándulhatnak a pusztán, és megnézhetik a csikósok és lovasok bemutatóját is. Különben a felsorolásból kifelejtetted a mangalicát. Őket is meg kell nézni a barátaim. Kedét csókolom! Miután megcsodáltuk az állatokat és várunk a lovas bemutatóra, fogadjuk el nyugodtan a pálinkát és a lángost. Köszönöm szépen! Még meleg! Mi van? Na, hol van a pálinka? Hát a csodába az urbanizációval, minket tényleg ennyire rá kell vezetni a hagyományainkra, mint turistákat? Hát igen, sajnos a magyar ember az utóbbi években egyre inkább elkezdte elfelejteni ezeket a régi hagyományokat, és mi úgy gondolom, hogy ebben tudunk nekik segíteni, hogy ezt újra fel tudják fedezni. A gyerekek a szülők körül mögött csak ellébe szolgatnak, vagy pedig nekik is van valami program? Vannak külön gyermekcsoportok részére kialakított kedvezményes programjaink is. Kifejezetten a hagyományos népi játékokból álló úgynevezett puszta olimpiát is állítottunk össze gyermekcsoportoknak. Többek között a zsákba futást, akkor a karikás ostorkezelést, a patkódobást. Lepényevés. Lepényevés is van benne, jól megkenve tejfőlel természetesen. Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, benne vizet kémlel, ugye, ha jól emlékszem a Toldi soraira. Hogy is voltam, a vállunál az ökrök, most a lovak, szomjasan delelnek, bögölyök hadával háborúra kelnek, de felült a lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. De van. Most én, ugye? Igen, mert ugye azt beszéltük meg, hogy kipróbálhatom. Muszáj kipróbálni. Na, akkor hogy kezdjünk neki? Hát először is bele kell meríteni a vödröt. Ez még egyszerű. Ez még ideig igen. Most már benne van? Igen, teljesen. Most már teljesen jó? Benne van, és most kell kifelé húzni. Aha. Mi ez a bazsajgás? Nem kicsi a vödör. Kár, hogy nem félmeztelenül vagyok, a dagadó izmok látványos. Juhú! Ez igen! Ha ez ember ezt csinálná nap, mind nap! A becsárját! Igen? Nekem ez az egy elég is volt. És ezt bárki kipróbálhatja? Természetesen a vendégeinket ki szoktuk hozni a lovaskocsikázás során, és akár kicsik, akár nagyok kipróbálhatják a vízhúzást.
Árpád legkisebb fia Solt tovább vitte a vérvonalat. Az aranykulcsos városka róla kapta a nevét. Na, ennek is van egy nagyon jó története. Mint tudjuk, IV. Béla királyunk a tatár elől végig menekült az egész országon. Sokan segítették őt, így a helyiek is, és ezért IV. Béla utólag nagyon hálás volt. Valahova várat építetett, Soltot például mezővárosi rangra emelte és ajándékozott nekik két aranykulcsocskát, amit nagy becsben tartottak. A legenda szerint ezt a két aranykulcsot elrejtették a városka templomának tornyán lévő gömbbe. Sajnos később ebbe a gömb egy villám belecsapott, és a két kulcs így összeolvadt, megsemmisült. De az emléküket a címerben még ma is őrzik. Nem fogunk sütni, főzni, mégis elmondanám a hozzávalókat. Solt, vaskerítés és egy darab krumpli. Most jön a kísérlet. Ma már nem hallod semmit, pedig azt hittem, még egy pénzdarabot is hoztam magammal, mert talán ezen is lehet hallani a rádiót, de már ez se funkcionál. Biztos sokan tudják azt, hogy annak idején a solti adó volt a mindenféle szempontból a legnagyobb az országban, és igaz volt az a tény, hogyha rászorunk egy krumplit egy kerítésre, akkor lehet hallani a rádiót, illetve hogyha összekötted is csinálunk egy dróttal, akkor még a lámpa is világít. Még turista csoportokat is hoztak úgy ide, hogy kiszálltak a buszból, és az idegenvezető föltartott egy neoncsövet, ami csodák csodájára kivilágosodott. Első Ferenc császár adományozta ezt a birtokot a grófi ranggal együtt Vécsei Ágostonnak, aki egy kastélyt épített ide. 9 gyermeke közül az egyik Vécsei Károly volt, aki a 48-49-es szabadságharcban részt vett tábornoki rangban. Ő volt a 13. aradi vértanú. A vértanúk mielőtt elvitték őket a vesztőhelyre, elbúcsúzhattak élő társaiktól. Vécsei Károlynak már nem volt kitől elbúcsúznia, és ekkor megható dolog történt. Odalépett Damjanich tábornok holttestéhez, akivel egyébként korábban a szolnoki csatánál nagyon összevesztek, és a magyar gróf búcsúzóul megcsókolta a szerb paraszt kezét. Hopp, köszönöm szépen a kocsikázást! Köszönöm szépen a fuvart! Viszontlátásra, sziasztok! Itt vagyunk a Meleghegyi pincesornál. Most biztos sokan felkapják a fejüket. Hegy? Hogy kerül ide hegy? Hiszen itt kezdődik a puszta. Ez így is van. Nem hegy, hanem kicsi dombocska, dűnék, csak itt rögtön elnevezik hegynek. Büszkék rá. Jöjjenek velem, mutatok valami nagyon érdekeset. Ugye a Duna túlpartján a löszös talajba, itt 200 évvel ezelőtt az agyagba vájták bele ezeket a pincéket. És most jön az, ami egyedülálló. Amikor elkészült egy ilyen pince, akkor telehordták fával és rőzsével, és meggyújtották a tüzet. Szó szerint kiégették, olyan, mint a terrakotta.